Mert színházunk nemzeti címet kapott, és nem győztem sorolni a terveket, beszélni az új bemutatókról. Nem gondoltuk, még talán két hetesen, hogy a 2020-as év még máshol is ilyen emlékezetes marad. Ma azért készítem önöknek ezt a videót, mert színházunk a sajnálatos egészségügyi veszélyhelyzet miatt bezárt, előadások nincsenek. Én azonban szeretném tudatni önökkel, hogy itt vagyunk, és kitartunk. Most az ország számára nehéz helyzetet, a karantént kell megoldanunk. Otthon maradunk, mert tudjuk, hogy így tudjuk segíteni a védekezést, a járvány terjedésének csökkentését és az egészségügyi kapacitások fenntartását. Általában hívogatni szoktuk a nézőinket, most pedig azt kell kérjük, hogy ne menjenek sehová, még színházba sem. Higgyék el, hogy ez nekünk színészeknek és színházi dolgozóknak is nagyon nehéz. Tudjuk, hogy van sok más olyan munkahely, ahol a szabályok betartása miatt most nem dolgoznak. Még akár több idejük is lenne szórakozni. Mégsem lehet. Fontos, hogy ezt elfogadjuk. Az egészségügyi kereskedelmi és számos más ágazatban dolgozók nagyon sokat tesznek azért, hogy az ország gyorsan átlendüljön a járványon, amit nekünk magánembereknek és intézményeknek is segítenünk kell. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház művészei és dolgozói mindent megteszünk, hogy a közönség szívébe maradhassunk. Kövessenek bennünket a közösségi oldalakon, ahol a színészek szabadnapi tevékenységébe kaphatnak be pillantást. Figyeljék a csatornáinkat, mert irodalmi csemegékkel készülünk, kicsiknek és nagyoknak. Legyen része a karantén napoknak is a művelődés, az irodalom, a játék. Szeretnék biztosítani mindenkit arról, hogy színház mindig volt, és ezt a veszélyhelyzetet közös erővel átvészelve hamarosan újra együtt ünnepelhetünk az előadásainkon. Nagyon várjuk, hogy újra gyülekezzenek a nézőink az előcsarnokban, és együtt hozhassuk létre a csodát. Sok türelmet és jó egészséget kívánok önöknek!